India nem olyan borzasztó nagy területű, mindössze 3,3 millió négyzetkilométer, a már megszokott 2,9-10 millió négyzetkilométerek mellett, viszont nagyon sok ember lakja ezt a kontinensi félszigetet. 1600 nyelv van regisztrálva Indiában, ezek közül 22 a hivatalos, alkotmányban rögzített nyelv. Legtöbben a hindu nyelvet beszélik, de nagyon sok az iszlám vallású és arabul beszélő társaság is. Itt van egy szerkesztett műholdkép, és egy másik a 28 állam plusz a 7 szövetségi terület térképe. Tehát Brazília is, India is és Kína is szövetségi államokból épül fel. India legmagasabb pontja a Nepál és Szikkim határán magasodó 8585 méteres Kanchenjunga. Sajnálatos magyar vonatkozására bizonyára emlékeznek. Erős Zsolt, híres hegymászunk pusztult el ezen a hegyén. Ennek versenytársa a világ legmagasabb pontja, a Csomolungma Monteverest, 8848 méteres. Ez nem Indiában van, hanem Nepál és Kína határán. Ez az oldal a nepáli oldal, délről, túloldali a kínai oldal. Ezen a vidéken sok ezer éve tartó emberi kultúra van, volt. Ez például a Sejem útnak egy érdekes szakasza. Ugye Kínából hozták a Sejemet Bagdadon keresztül Európába, Konstantinápolyon keresztül Európába, és terítették szét a kínai piacokat. India egyik káprázatos építménye az a Taj Mahal, amely az 1627 és 1658 között uralkodott Shah Jahan császár rajongásig szeretett Mumtaz Mahal nevű feleségének elhunyta alkalmából épült 15 évig, és 20 ezer ember dolgozott ezen a márvány és drágafű csodában. Egy érdekes momentum az indiai történelemből, ez a bizonyos 1857-58 közötti szipoly lázadás. Erről is bizonyára vannak iskolai ismereteink. Ilyen képszerűen még nem láttam lerajzolva, hogy mitől kellett ezeknek fellázadniuk. Attól, hogy bevezették az előtöltős Enfield puskát, amelynek a lőszerét úgy alakították ki, hogy egy papírhüvelyben volt a puskapor, a végén a lőszer, és itt pedig egy befagyúzott, marhafagyúval vagy sertészsírral bekent rész, amelyet a katonának le kellett harapnia ahhoz, hogy a puskaport be tudja tölteni az előtöltős fegyverbe. Mivel azonban ezeknek az embereknek a vallásuk tiltotta a disznózsír, meg a marhafagyút is, ezért egyszerűen föllázadtak és agyonütötték angol tisztjeiket. Hosszú harcok után az angoloknak sikerült úrrá lenniük a felkelésen, és rettenetes bosszút álltak egy képerről. A szipolyokat ágyúcső elé kötözték, és utána nem átadották az ágyút elsütni. Érdekes történelmi személyiségek, Mahatma Gandhi és jobb oldalt, és egyetemleges fegyvertárs Jawaharlal Nehru, akik végül is együtt vívták ki India függetlenségét Angliától 1947-ben. Nehru lánya volt Indira Gandhi, aki hosszú ideig volt India miniszterelnöke, mindaddig, amíg 1984-ben a saját szik testőrei meg nem gyilkoltak. Utóda a fia lett Rajiv Gandhi,
aki a elharapózó korrupció folytán kibukott a hatalomból, de arra még volt ereje, hogy egy választáson a kongresszus párti képviselő javára korteskedjék. Egy ilyen kortes körúton történt az a sajnálatos eset, hogy egy tamil tigrisek terrorszervezethez tartozó női hölgy egy virág közérrel a nyakában közelítette meg Gandhit, lehajolt, és ezzel hozta működésbe a derekára erősített pokolgépet, amely felrobbanva őt is, Gandhit is, ezeket a körülállókat is, és a videófelvétel készítőjét, magát is átküldte a más világra. Ahogy azonban a politikai feszültségek mérséklődtek, úgy kezdett nőni India nemzeti jövedelme. Nézzük meg a 2004-es és a 2012-es adatot, 1847 és mondjuk 600, tehát kicsit több mint háromszorosára nőtt 8 év alatt az indiai nemzeti jövedelme. Ez egy igen tekintélyes növekedés, de ez még mindig hátráltatva van. A villamos energia termelés nem ilyen ütemű növelése által. Indiában három szektorban folyik villamos energia termelés. Az első a központi, a második a szövetségi állami, és a harmadik a magántőkés szektor. És ezek összesen mintegy 60%-i szénalapú villamos energia kapacitással rendelkeznek. Megint csak azt mutatja, hogy Indiában is nagyon sok feladat van a tiszta széntechnológia, illetve az alternatív megújuló források igénybevétel a terén. A villamos energia termelést lehet látni ezen az ábrán, ugye egy 2000-ben 448 terawattóra volt a termelés, 2014-15-ben pedig 1271, ami azt jelenti, hogy ez is megháromszorozódott, de még ez az irdatlan villamos energia mennyiség is nagyon kevés ahhoz, hogy az indiai népgazdaság, nemzetgazdaság egyenletesen tudjon fejlődni. Regionális rendszerek vannak Indiában, ez az északi régió, ez a nyugati, a déli, a keleti és az észak-keleti régió, és ahogy egy szövetségi államban szokás, ezek tulajdonképpen urak maguknak. Éppen ezért, mivel egy időben az indiai központi kormányzat sem tudott úrrá lenni a nehézségeken, ezért egy alapos átszervezést hajtottak végre. Milyen fő bajai vannak az indiai villamos energia rendszernek? Az első az, hogy elégtelen a termelőkapacitás, és gyenge az átviteli és az elosztó hálózat. Az 1,2 milliárdból 300 millió ember, negyed része egyáltalán nem jut áramhoz. Nincs elegendő villamosítás. Nem elég megbízható az ellátás, túl sok és hosszú a kiesés, gyakori a fogyasztói korlátozás. 2012. július 30-án és 31-én két egymást követő napon először 300, majd 600 millió ember, tehát a lakosság felé érintő áramkimaradás volt, egy kaszkád összeomlás következtében. Egy India közepén lévő 345 kilovoltos távvezeték túlterhelődött, a diszpécserek nem álltak a helyzet magaslatán, nem rendeltek el korlátozást, a vezeték túlmelegedett, záblat visszakapcsolni nem lehet, mert a szögautomatika megfogja. A 30 foknál nagyobb a terhelési szögek közötti különbség, akkor nem engedélyezi az egyfázisú gyors visszakapcsolást. Ez azt jelenti, hogy a terhelés rájut a többi vezetékre, azok még járulékosan melegednek, tehát végül is egy kaszkád összeomlás következik be. Hogy nézett ki India
a kaszkád összeomlás idején, ez a Delhi egyik főútvonal, a Golden Road, ahol annyi autó áll, mint amennyi São Paulo-ban mozog. Hát segítsük össze a két képet. Mint lehetett látni, Indiában ma a szénalapú villamos energiatermelés az uralkodó. Ezen a térképen lehet látni azokat a nagyobb szénlelőhelyeket rózsaszínnel jelölve, ahol igen komoly, elsősorban külszíni bányászás folyik. Íme egy ilyen külszíni bánya, 100 méternél is vastagabb szénréteggel. Ilyesféle monstrumokkal szállítják, dömpenekkel a szemet. Ez egy ausztrál gyártmányú, 240 tonna teherbírású gép. Érdekes módon itt van egy digitális kijelzője, amely a pillanatnyi terhelést mutatja, nehogy 241 tonnát rakjanak rá. Ha már dömper, akkor nem tudtam nem ide másolni a világ tekintetben legnagyobbját, egy Egyesült Államokbeli Wyoming-i szénbányának a 447 tonnás, tehát majdnem ennek a kétszeresét bíró dömperét. Ez egyébként a világ legnagyobb kőfejtése. És hát az indiai vasutaknak igen nagy problémát jelent ennek a rengeteg szénnek a leszállítása, de nem kisebb probléma ennek a még több embernek az elszállítása is. És ez nem egy konstruált felvétel, hanem egy mindennapos előforduló gyakorlat. Függetlenül attól, hogy van a szerelvény fölött felső vezeték, vagy éppen nincsen. Így lehet, bizonyos vonalon, nem mindegyiken persze, de bizonyos vonalakon így lehet utazni Indiába. Egy érdekes magyar vonatkozású kép. A déli Tamil Nadu államban van egy Nejveli nevű hely, ahová a Mahada, aki még emlékszik erre a rövidítésre, magyar hajó és darujár, a transzelektró közvetítésével kazánokat szállított. Tehát a Nejveli erőműnek a három blokkos részéhez 670 tonna per órás toronykazánokat szállított a magyar hajó és darugya, Gazdamobilus konzorcium. Ez pedig egy a híres német Tarkraf bányagépeket gyártó kombinátnak a darabja, amely most éppen meddő letermelésével foglalkozik. Nem India lenne, ha ezek a képek nem jelennének meg az interneten. Tehát a külfejtéseket nem csak erőművek ellátására használják, hanem közeli családok is így szerzik be a szemet. Mesziklább járkálnak, és érdekes módon elsősorban asszonyok, bár itt van egy fiú is. És még hegymászással is kombinálják a szénszállítást, és számomra a legdöbbenetesebb ez a kép volt, amikor egy tizenéves kislány a fején visz egy kosarat, és a fiú még rárak egy darabot, nem menj üresen. Ez a darab még ráfér. Ez egy mélyebb bányából való szénszállítást mutat, egy kupos, tölcsérszerű kosár van az illetőnek, nem a vállára, a fejére erősítve, tehát ide a homlokára van rakva a szíj, és ezzel cipeli fölfelé a szőlőkarókból összedrótt lépcsőn a szemet, itt van a lépcső második része, innen hozza fölfelé. És egy, még egy, és mert ebben a műfajban utolsó kép, egy 8 éves kisfiú kezeli a szénőrlő berendezést itt a szívlapáttal. Na most ugye 300 millió ember nincs áram birtokában, de hát főzni, melegíteni mégiscsak kell. Mit csinálnak? Tehénlepényből rakják össze a tüzelőt, itt egy asszonyság éppen
ezzel foglalkozik, és ennek ezzel a Csulak nevű hagyományos belsőtéri szabad tűzhelyjel állítják elő a meleget itt ezekben a fazekakban. No persze, ezek a csullagok iszonyúan szennyezők, és WHO becslés szerint Indiában évente 500 ezer, fél millió ember hal meg az ilyen gáztermelő berendezésig idézőjelben gyógyító hatása következtében, és ugyanennyi koraszülés is történik. Tehát Indiában borzasztó tennivalók vannak. Most persze nem csak így néznek ki a szénfelhasználók, hanem vannak korszerű széntüzelésű erőművek is. Ezeken a képeken éppen ilyen 330-660 megawattos blokkokat látunk, meg 800 megawattos blokkokat itt a második számú képen, amelyeknek a kazányai a dél-koreai Doosan Heavy Industries szállította, amely mellesleg a pilzeni Skoda gyárnak az új tulajdonosa is. Tehát még ilyen összefonódásra is rá lehet lenni az interneten. Persze nem csak hagyományos körfolyamatú, karbonkörfolyamatú kőerőműveket építettek és építenek Indiában, hanem modern gázturbinás kombinált ciklusú erőműveket is. Itt lehet látni három darab régi toronykazánt, és mellettük egy Siemens gyártmányú, összesen 570 megawattos egy gázturbinát, 375 megawattos gázturbinát, és egy 195 megawattos gőzturbinát rejtő kombinációsú gépet, amelynek a hatásfoka 60% körül van. Siemens felvételek, gyártóművi felvételek egy ilyen nagy teljesítményű 375 megawattos gázturbináról. Közvetlenül nekünk Alstom turbináink vannak a Ligéri és a Sajószögedi állomáson, van Siemens is a Nátra-vidéki erőműben. Ezek szekunder tartalék gázturbinák, egyébként 120 megawattosak. Arra szolgálnak, hogyha egy paksi blokk 500 megawattal kiesne, akkor ennek a teljesítményét félig tudják pótolni a két darab 120-as gyorsindítású, 8 perc alatt indulni képes gázturbinával, és a többi pedig a környező országokból lehet összeszedni. Érdemes ezekre a lapátokra figyelnünk. Ugye ezek a turbinának a legnagyobb nyomású és legnagyobb hőmérsékletű részén vannak, kerámia lapátok. A kép utolsó sorban a céllapátok vannak, itt még egy külön lapát végeket összefogó gyűrű is, hiszen itt már olyan nagy a centrifugális erő nagy átmérő következtében, hogy a lapátokat meg kell fogni. Ezeket nem kell, de viszont szilárdak. Indiában elég régóta van atomenergia felhasználás, és ez a térkép azt mutatja, hogy milyen meglévő, milyen bővülő és milyen tervezett atomerőművek vannak. Ezek közül is érdekes megemlíteni, talán még a térképen visszamegy pontra itt a félsziget legdéli csücskére, de itt van a Kudan Kula nevű 2000 megawattos erőmű, amelyet a Rosatom, tehát az orosz atomenergetikai óriás szállít, két darab 1000 megawattos nyomott vizes blokkal, ennek már szinte kész a konténmentje, ennek a blokknak, ennek pedig a befejezés előtt áll. Ezeknek a blokkoknak többek között érdekességük az, hogy már bele van építve az úgynevezett core catcher. De még ezek a modern védelmi berendezések sem elegendően biztatóak ahhoz, hogy
ne szervezzenek komoly tüntetést az erőmű üzembe helyezése ellen. A baloldali képen azokat a hölgyeket látjuk, akik a indiai, nem is tudom milyen zöldek, Laci mondja, hogy jó, milyen zöld. Méreg zöldek. Jobboldali képen pedig gyöngyhavászok tiltakoznak az erőmű ellen, mert attól félnek, hogy megszűnik a gyöngyhavászás, túlságosan fölmelegszik a tenger itt ezen a vidéken. Hát ez valószínűleg nem fog bekövetkezni. India szélenergia hasznosítása is elég előre haladott állapotban van, annál is inkább, mert komoly szélpotenciál van az országban. Ezt a szélenergia hasznosítás növekmény segítik a hasonló plakátok, Kono Wind Years. Indiának van saját szélturbina gyártó bázisa, ez a Suzlon társaság, de hát mellettük más cégek, például a spanyol Gamesa, éppen a dán szélerőműves társaság is részt vesz, ez a Vestas, meg az Alstom is ezeknek a szélturbináknak a gyártásában, telepítésében. Itt egy speciális hosszított trélerrel látunk két darab szárnylapátot szállítás közben. Külön iparág foglalkozik ezeknek a gépeknek a helyszín felszerelésével, hiszen ezek egy speciális nagy emelő magasságú daruk szükségesek. Itt egy rácsos gémű daru, egy nagy darab fogja a központi részét a lapátkeréknek, és egy kisebb daru cipeli az utolsó szárnyát, mint a esküvőnél a gyerekek menyasszonynak a hátát cipelik utána, és amikor már elég magasan van a központi mag, akkor ez a daru kiold berenged. Egy másik oldalról ugyanaz a kép. Ekkora daru kell ahhoz, hogy fel lehessen emelni a szerkezetet. Ez azért érdekes, mert a gondola tetején lehet látni olyan pulkokat, kampókat, amelyekbe a tetején mozgó személyzet a biztonsági övkötelét karabinerrel be tudja csatlakoztatni. Tehát még ha megszédülne, sem fog leesni a 100 méteres magasságból. Igen sűrű, szárazföldi szélparkokat lehet Indiában látni, és lehet látni olyan terveket, amelyek offshore, tehát tengerpark közeli, de vízre telepített erőmű komplexumokat mutatnak. Ez egy hadszögletű szerkezet, ahol 120 méter magas, 6,5 megawattos gépek vannak a sarokpontokban. Kisebb teljesítményű képek az összekötőkben. Itt van egy helikopter leszállóhely, és itt pedig egy váltakozó per egyenáron átalakító, mert erről a mesterséges szigetről már egyenáramú kábellel továbbítják a megtermelt villanyt a szárazföldi konverter, illetve inverter állomásokban. Egy különleges indiai felhasználása a napelemeknek. Most meg itt van India naptérképe, besugárzási térképe. Azt találták ki, hogy az öntöző csatornák fölé egy könnyített vasszerkezetre napelemeket telepítenek. Ezek kilométerenként 1 megawattot termelnek, és évente 10 000 köbméter öntöző víz elpárolgását akadályozzák meg azáltal, hogy betakarják az öntöző csatornát. Itt egy száriba öltözött hölgy egy sarkkal mosatja a napelemeket, mert hogyha a por rájuk ül, akkor az erősen lerontja a napelemek hatásokat. Nagyon érdekesen alakul India átviteli hálózata. Itt megint ugorjunk, le van írva, hogy milyen vállalatok csinálják ezt, és
Hogy gyorsítunk. Igen. 1200 kV-os váltakozó áramú kapcsoló berendezést és távvezetéket építenek a két pont között, 1-es és 2-es pont között, és furfangos módon 400 kV-ról megtáplálják a 400x1200-as trafót, körbekergetik az 1200 kV-ot, majd letranszformálják 400 kV-ra, és betáplálják a helyi hálózatba azt, ami a helyi hálózatból jön, de közben árammal is ki lehet próbálni az 1200 kV-os távvezetéket. Így néz ki a belállomás. Itt vannak az 1200 kV-os kísérleti készülékek. Itt is egy nagy erdő. És itt pedig egy 400x1200 kV-os transzformátor. Itt van belőlük egy csoport. És ezen a kísérleti állomáson van még egy csoport. Külön a transzformátor egység, és külön egy 1200 kV-os hibrid megszakító, amelynek a belsejében esett a gázba. Trafó és túlfeszültség korlátozó, itt pedig támszigetelő és feszültségváltó. Egy látkép az 1200 kV-os állomásról. Itt a távvezetékről ez egy kétrendszeres 1200 kV-os távvezeték hosszat. Ez meg egy egyrendszeres vezetékszakasz. Itt van a megfordítás. 8-as kötegű sodronyból készülnek az áramvezetők. Ez egy 750 kV-os kapcsolóberendezés megszakítóval, áramváltóval és vízszintes pantográf működésű szakaszolóval. Ez a kés, így megy előre. Ez a zárt helyzete, ez a nyitott helyzete. Közelebbről a megszakítva. 750-es távvezeték, feszítő oszlopai. És ez pedig az első úgynevezett többvégű, multiterminális nagyfeszültségű egyenáramú összeköttetés. Nem Indiáról lenne szó, ha ilyen képeket nem állítanánk be a végén. Hát ebbe aztán lehet önteni a pénzt, ebbe az elosztó, a városi elosztó hálózatba. És ami határtalan, az indiai emberek találékonysága és ügyessége. Ez a szerelő, mint egy kötélmászó, mászik fölfelé. Kína az űrből, Kína tartományai. Hát itt is vannak folyók, a Yangtze az 6400 km hosszú, és ennek is van a csúcsvízhozama 100.000 köbméter per másodperc, bár nem éri el az Amazonászét, de azonban figyelemre méltó, hogy 2009 és 2014 között, tehát 5 év alatt a nemzeti jövedelem kétszeresére nőtt, és nem akármiről, nem akármire. Kína EBT-je méghozzá 2014-es, tehát a felelhető legfrissebb adat, 1481 gigawatt, tehát majdnem 1,5 terawatt az EBT, ehhez képest az Egyesült Államok ennek a 70%-a. Tehát az USA-t már Kína lekörözte az EBT tekintetében is, és az éves villamos energiatermelés tekintetében is. Szénerőművek telepítése. Jellemző, hogy ezek elsősorban a keleti országrészben vannak, a nagy széntelepek pedig éppen itt a nyugati része. Ez egy 4500 megawattos hőerőmű, különféle blokkokkal, van már 1000 megawattos blokkjuk is hőerőműben, itt ez a két utolsó. Ez egy olyan viszonylag kicsi 1500 megawattos erőmű, amelynél
nem sokára áttérnek a korszerű széntechnológiára, tehát a föld alatti elgázosítás technológiájára. És miért kell erre Kínában áttérni? Ez egy jellemző pekingi kép. Egyszerűen nem lehet látni, nem lehet a városban megmaradni, olyan erős füstköd van. Nagy kínai vízerőművek a következő fejezet, ez a Yangtze felső folyása, ahol már 1919-ben terveztek erőművet építeni. 30 millió lóerőre becsülte Sun Yat-sen, az akkori elnök, az ide építhető erőművet. 30 millió lóerő, ez éppen 22 gigawatt. Ez nem más, mint a 22.500 megawattos háromszoros vagy háromszurdok erőmű a Yangtze-n. Ez az erőmű műholdképe, az 1-es, 2-es, 3-asok a GAT létesítményei, jobbparti gépház, árapasztó, balparti gépház, hajóemelő, 2x5 kamrás zsilip és egy híd, felvíz, alvíz. Szemből az erőmű, középen az árapasztó, balparti erőmű rész, jobbparti erőmű rész. Itt összesen 32-700 megawattos gép van beépítve, plusz 2-50 megawattos háziüzemű gép. Így jön ki a 22-500 megawatt. Az építkezés egy része, csigaházakat lehet itt látni, itt lesz majd a belöblő nyílás, és itt pedig a csigaház, amely körbefolyja az itt látható 200 megawattos forgó része, Francis Turbina forgó része. Ez pedig a hozzácsatlakozó generátor, meglehetősen lassú járású, 75 fordulat per perces. A gát más oldalról nézve, a balparti erőmű rész már készen, az árapasztó, és a balparti erőmű rész, jobbparti erőmű rész, és ez pedig a hajólift. 10 000 tonnás hajókat is meg lehet menni. Itt egy ünnepélyes átadás ceremóniája, éppen a 31-es számú gépet fogják ünnepélyesen felvetni. Ez pedig az árapasztó, a látogatói teraszról. Képzeljük el, mekkora hangja lehet ennek a örvénynek. Ez pedig fölülül a gát tetejére. A 5 kamrás, 2 utas zsilip, egyik irányban lefelé mennek a hajók, másik irányban fölfelé mennek. És lehet látni, ez fölfelé megy, itt meg lefelé jönnek majd. Szénszállító bárkák a zsilipben, ezen a zsiliprendszeren keresztül az eddigi évi 10 millió tonnás forgalom 50 millió tonnára megy. Két irányban egyenként 4-4 500 kilovoltos távvezeték vezeti ki az erőmű teljesítményét. Egy másik érdekes megoldás, a Yangtze egyik mellékfolyóján, a Yalong folyón van egy érdekes nagy kanyarulat, és a kettő között több mint 300 méter szintkülönbség. Mit csináltak erre? Ide építettek egy gátat, és átfúrták a hegyet 4 darab 12 méter átmérőjű alagúttal. És ezen az alagút rendszeren eresztik le 350 méter eséssel a folyónak az itt nem hasznosuló vizét. Így néz ki egy fúló pajzs, amelyik 12 méteres cső kialakítását végzi. Kínában óriási szélpotenciál van, és ez azért is szükséges, ilyen hatalmas számok vannak itt, összesen 3200 kilovatt, ha becsülik a szélpotenciált. Emlékezzünk, hogy a jelenlegi EBT az körülbelül 1500 megawatt volt. Tehát ha a szénkorszak megszűnik Kínában, akkor jönnek a szélkorszak. Íme itt vannak a
szelek egy 750 kV-os távvezeték gyűjti össze ennek a nyugat-kínai szélparknak a teljesítményét. Itt vannak az atomerőművek, pirossal a tervezettek, kékkel a épülők és zölden az üzemelők. Itt egy 6 gépes Westinghouse 1000 megawattos reaktorokat felvonultató erőmű látszik. Ez makett, de már épül a valódi. Íme itt van az épülés. A felső képen látjuk a reaktor biztonsági védőburkolatának a fenekén, alsó. Itt látjuk a darúra függesztett darabot. Itt a kialakított vasbeton alapszerkezet fölött, és itt már ráeresztett. Erre ugye, emelgetik majd rá a henger alakú toldatokat, és áll elő végül is a hengeres biztonsági védőburkolat. Még egy külön specifikuma van ennek a belőmű típusnak, a biztonsági védőburkolat a konténment tetején van egy mintegy 3600 köbméteres víztartály, amely arra szolgál, hogyha valamilyen baleset következtében a reaktornak a belseje túlhevülne, akkor az itt akkumulált vizet egyszerűen leeresztik, és ezzel hűtik a belső acélköteit. Ez azért érdekes reaktor, mert a szokásos vízszintes gőzfejlesztő helyett itt függőleges gőzfejlesztőkkel dolgoznak. A reaktor tartálynak a beszállítás, ezt éppen Koreában, Dél-Koreában építették, és eleve már szánkóra szerelték, hogy ezt meg könnyen lehessen felbillenteni. Itt van a szállító szerkezet. Érdemes ezt az urat megjegyezni. Ez Liu Zhenya. Ő a legnagyobb kínai villamossági társaságnak, ez SGCC-nek, State Grid Corporation of China elnöke. És nem csak mint elnök, hanem mint szakíró is ismeretes. Például ezt a 700 oldalas könyvet ezzel Zhenya Liu írta, Liu Zhenya. Itt éppen egy 750 kV-os kétrendszeres váltakozó áramú távvezetéket látunk. Itt pedig az 1000 kV-os távvezetéket, amint síkvidéken, illetve hegyvidéken halad. Megint az 1000 kV-os távvezeték jellemző oszlopai. Egy macska fejes tartó oszlop. Érdekesen így hívják, ketrednek hívják angolul, ami nem más, mint a macska fejnek a szolgai fordítása. Itt egy 1500 kV-os alállomás. Itt jön be az 1000 kV-os távvezeték. És itt vannak a transformátorok, az 1500 kV-os trafók, ez pedig az 500 kV-os kapcsoló berendezés. Kínai gyártmányú 1500 kV-os transformátorcsoport 3000 MV-amper teljesítményben. Egy érdekes felvétel a transformátor szállításáról. 388 tonna egy ilyen lecsupaszított transformátornak a szállítási tömege. Ez pedig az 1000 kV-os váltakozó áramú szabadtéri hibrid kapcsoló berendezés. Az egyes jelű a esetmotos megszakító, a kettes jelű a bekapcsoló ellenállás, készültségvédelmi okokból. Itt pedig lehet látni a kétrendszeres 1000 kV-os távvezetéket, és annak a folyamkeresztezését. Íme itt is kétrendszeres ugyanaz a távvezeték, és alatta pedig egy kínai Super Express látható, amint éppen elsuhan.
egy 295 méter magas cső oszlop tartja ennek a folyamkeresztezésnek, egy 1000 kilovoltos láncait és sodronyait. A jobb oldalt pedig azt a trükköt mutatjuk be, hogy hogyan lehet egy ilyen oszlopot felépíteni. Egy oszloptörzsbe telepít egy kúszó építődalóval. Itt van a kúszódalú. Ez rakja egymásra a különböző földön előszerelt darabokat. Végtorlászok a kétszerűen nagyobb magasságban. Lehet látni a csőoszlop összeszerelésének különböző fázisait. Előre csomagolt csavaros zsákokkal, csavaros és szerszámos zsákokkal, és olyan légtornászokkal, akik így ennek kis kötélbe kapaszkodva tornacipőben közlekednek ezeken a fél méter, egy méter átmérőjű csöveken. 8-as kötegű távolságtartó szerelésének gyakorlása, és ez pedig egy olyan távvezetékoszlop, szintén folyamkeresztezés, 257 méter magas, pasbetonból. Ritkaság, általában acélszerkezetű oszlopokat szoktak alkalmazni, ez itt éppen vasbetonból van. A világ legmagasabb, 346,5 méter magas keresztező, folyamkeresztező oszlopa, amely se nem csőből, se nem közönséges szögvasból, hanem nagy inerciájú, hálós szerkezetekből vannak összerakva. Tehát ezek a rudak köracélokból összehegeztek, nagy inerciájú, tehát nehezen kihajló rudak. És a közepükben egy cső, és ebben pedig egy lift. Hát 301 néhány méterre fölmenni, az egy fél műszak. Ez egy érdekes szimmetrizált oszlop. Még egy érdekes áramkötés, készítés, és a nagy egyenáramú összeköttetéseknek a térképe. 41 ilyen összeköttetést lehet megszámolni 2020-ig, ami annyit jelent, hogy a nagy energia szénsűrűségű nyugati körzetekből szállítják a déli és keleti körzetekbe a villanyt. Ez egy olyan egyenáramú távvezeték, amely 4500 méter átlagos magasságban halad Tibet felé, és olyan hosszúak a szigetelő láncai, mint másút az 1000 kilovoltos távvezetéknek. Köszönhetően a 4500 méteres tengerszint fölötti magasságnak, és azért kellenek villáncok, mert nagyon nagy a szél. Itt is egy sarokkartó oszlop, meg egy közönséges tartó oszlop. Ezek 800 kilovoltos egyenáramú vezetékek. Itt is feszítő oszlopokat látunk 800 kilovolton. Légtornászok a szigetelő láncon, illetve az áramköt, az áramvezető sodrony. És egy nagyon érdekes új diagnosztikai eljárás, egy 4 légcsavaros drón el van látva infrakamerával, és amikor ez fölküldik a távvezeték alá, a távvezérlése, van a távvezérlő számítógép, akkor végig lehet követni a kötéseknek a hőállapotát. Láttam interneten ilyen drónt, a 8 légcsavaron is, az még stabilabb van. Kína nagy lépést tett az idén üzembe helyezendő 1100 kV-os egyenáramú összeköttetés megteremtése felé. Bal oldalt a feszítő oszlopa, jobb oldalt a tartó oszlopa látható. Ennek a távolsága mintegy 3000 km lesz, és a teljesítménye pedig 10.500 megawatt egyetlen vezeték. Íme itt van a kísérleti szakasz, együtt a feszítő és a tartó oszlop. Ez a sémája az egyenáramú összeköttetésnek. Transformátorok, 11 néhány méteres házba benyomó átvezető szigetelőkkel. Ez egy 14 méteres kompozit szigetelő. És így néznek ki, plafonra függesztett, tirisztoros, egyenirányító egységek.
itt vannak a benyomó átvezetők, az első három csillagkapcsolású, a hátsó három delta kapcsolású szekunder tekercse. Itt lehet látni a csillagon képző csinezést, itt pedig a delta kötéseket. Ugyanez más cégtől, és ez pedig a 20-1100 kV-os átvezető szigetelőnek a próbája a gyártó cégnek a nyugat-németországi Kassel melletti próbatermében, amit aztán majd a kínai cégek át fognak venni, és régió kínai szokás szerint, amit ellesnek a nyugat-némettől, az kisvártat a saját valódja. És végül valami, amiben még nem Kína a világ első, ez az ember által alkotott legmagasabb építmény, a dubai 828 méteres Burj Khalifa, eredeti nevén Burj Dubai. De mentén. Nagyon köszönöm a pártoló türelmet. Elnézést, hogy ilyen sokáig jövő. Az időnk lejár, úgyhogy nincsen kérdés meg hozzászólás, csak annyit mondok, hogy köszönjük ezt a csodálatos előadást és a bepillantást, és most a végén megértettem, hogy miért Kína került a végére az előadásnak, mert menet közben ezt átrendezted, hogy ez legyen a vége. Úgyhogy itt láttuk a jövőt. Köszönöm szépen. Isten áldjon meg további munkádban, jó erőt, egészséget kívánunk. Köszönöm a meghívást, és örömmel jövök máskor is. Fogunk élni vele. Ha Isten engedés, énünk egy hónap múlva találkozunk, Bogár László fog bennünket akkor részesíteni a szellemi élményekben. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánunk.